Üdvillő módon mindenkinek! Az évek folyamán az energiatárolás nagyon-nagyon megváltozott. Alapvetően voltak ennek ilyen szolnokai már nálam is, amikor én még a kis lítium-ionokat forrazgattam, meg stb. Meg sőt, amikor még a savasokkal foglalkoztam, hogy hát prizmatikus cellák, meg vaskoszfárt, meg stb. Csak a probléma az volt vele, hogy akkor még annyira drága volt, hogy elképzelhetetlen volt, hogy nekünk lesz valaha ilyenünk. Természetesen gondoltuk, hogy majd leér megy az ára, igen, majd, de mi lesz addig? Addig valamit csinálni kellett. Tehát mit csináltunk? Fogtuk magunkat, bontottuk a cellákat, lemértük, összeforrasztottuk, stb. Nikkel szalak, kinek milyen lehetősége volt gyakorlatilag. És ezek a rendszerek egyébként bizonyítottak is, alapvetően a mai napig működnek, tehát erre több példa is van, aki használ ilyen rendszereket. Attól függetlenül manapság már nem éri meg vele foglalkozni. Konkrétan odáig fejlődött ez az egész mindenség, hogy ha most akarsz venni egy savas munkaakut, majdnem annyiba kerül, mint egy ilyen vaskoszfát akú, amit most ki fogok nyitni. Alapvetően még nem tudjuk, hogy mit tud ez a fajta, de ki fogjuk ugye deríteni, és már voltak rá olyan példák egyébként, amik bemutatták azt, hogy már pedig a technika jó. Volt olyan is, amik nem volt olyan jó egyébként, de ugye azt kiszűrtük szerencsére. Nálam még mini nem járt. Ilyen kis cuki. Ilyen meg. Súlyra ugyanannyi egyébként, mint a nagy, csak nincsen kitöltőanyag körbe gyakorlatilag. Feleslegesen. Maradjunk annyiba, hogy ez olyan minimál dizájn, hogy még könyvecskét se adtak hozzá. Az is az, hogy felesleges, mivel minden ki van írva az akura konkrétan. Tehát 12,8 voltos, standard charge voltage 14,6 volt, tehát azt mondja, hogy idáig kell tölteni. Nem kell idáig tölteni, megsugom 14 voltig, elég kell legyen. Maximum töltőáram 50 amper, maximum merítőáram 100 amper konkrétan. Túloldalt ugyanez van egyébként. Nézzünk belső ellenállást. Ezt így BMS-sel cakli-pakli, lássuk, hogy mennyire dolgoztak jól. 4,45 millióm, 13,18 volton állunk per pillanat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tűnik rossznak, tehát ez már most jónak tűnik. Na de ugye hát majd, amikor feltöltjük majd, akkor derül ki, hogy mennyire tölthető fel, mennyire meríthető le. Összeállítottam itt egy kis áramkört, amivel meg fogom azt vizsgálni, hogy pontosan hány amperórát tudunk most beletenni az akuba, és ami a legfontosabb, ezt egy timelapse-en rögzíteni is fogom egyébként, és azért, hogy látni akarom, hogy milyen magasra kúszik fel a feszültség, mielőtt letilt a BMS. Ebből már kaphatunk információt, hogy a cellák azok mennyire precízek idézőjelbe. Tehát most el is kezdjük tölteni, nem nagy árammal töltjük, amint látható, hogy ilyen 130 watt, 140 watt formával, körülbelül 10 amper. Ez szigorúan csak felügyelet mellett, mert ez egy ilyen... Maradjuk annyiba, hogy olyan távegység, hogy ezt nem merem magába hagyni, de úgyis itt fogok moszátolni mellette. Na, úgy néz ki, hogy ideértünk a végére a töltésnek. Visszateszem rá egy kicsit. És láthatjuk, hogy mennyire fut fel a feszültség, bár a kamera felvette, azért én is látni szeretném személyesen. Hát így ilyen 5 amperre visszaesett az áram. És 14,3 körül áll meg. És ott megszaladt 14,6-ra. Kinullázzuk itt mindjárt a készüléket, és szépen fogjuk magunkat, felkapcsolunk egy-kettő fűtésszálat, és akkor egy ilyen körülbelül, hát 40-nel indul meg, de fog az majd csökkenni. 3-4 órás merítést szeretnék rátenni, olyan 33 amper környékén fog beállni nagyjából. Mert fél kiló volt, az most egy kicsit még soknak tűnhet, de ki kell neki bírni. 1280 a cél igazából, illetve hogy ennyit ígértek.
Strasbourg épp egy e-mailt olvastam egy menet közben, aztán így egy kicsit így jobbra pillantottam, és azt láttam, hogy nem látok semmit konkrétan. De semmit! Hát tökig merítettük az a nagy helyzet, de nem volt meg a 100 amperóra, az 7 centség. Na de, hát ezért vesszük fel lényegébe. Mert akkor így legalább fogjuk látni, hogy mi történt, hogy hol állt meg. Kérem szépen, ez legjobb jó indulattal is csak 81,5 amperóra és 1000 wattóra. Konkrétan, ugye idézőjelbe nulláig merültünk, hogy nem vettem észre, de hát ugye messze voltunk a 100 amperórától, azért is nem figyeltem rá nagyon, hiába itt ültem mellette. Hát ebben az esetben azt kell csinálni, hogy hozunk egy másik akut, vagy tök mindegy, akármilyen feszültségforrás megfelelő, és akkor rákötjük a mínuszt a mínuszra, pluszt a pluszra, hogy ébresszük fel a BMS-t, mert elaludt. Szóval tehát nem kell kétségbe esni egy ilyen dolog esetén, hanem szimplán csak valamilyen 12 voltos feszültségforrást kell ráakasztani polaritás helyesen, és szépen vissza fog jönni a BMS-ünk, ott is van. Tehát szépen, gyönyörűségesen fel is ébredt, és ugye innentől kezdve el is vehetem. Tehát itt nem nagy áram fog befolyni, mert nyilvánvalóan most ez egy 12 voltos akku, ő meg gyakorlatilag megkapja a működéséhez szükséges kis feszültséget. Az mindenképpen jó hír egyébként, hogy 14 volt fölé tudott menni bőséggel, és csak akkor szaladtak meg ugye a cella feszültségek, hogy a BMS letiltson, tehát legalább a balansz rendben van, ha már a kapacitás egy kicsit hiányos. 100 amperes BMS-sel van szerelve az akku, tehát a 100 ampert azt kényelmesen le fogja adni. Az igazi kérdés az az lesz, hogy ha fölé megyünk a 100 ampernek, akkor hogyan fog rá reagálni? Le fog tiltani, vagy nem fog letiltani? Ehhez gyakorlatilag egy invertert és egy hősisit fogok használni, természetesen az állítható transformátor segítségével, és még segítségű hívjuk természetesen a kis ellenállás húzalokat is, mert másképp nem tudjuk 100 amper fölé vinni az áramterhelést. Adok neki kapásból egy ilyen 67 ampert. Nézzük, elindítjuk szépen a kis ősisinket is. És akkor elkezdem kicsit feltekerni, hogy közelítsük meg a 100 ampert. Na, hát megvan a 100 amper, 12,5 volton vagyunk. Nem is mondható nagyon-nagyon nagy beesésnek. Egész jól viseli. Közben ugye, ahogy esik a feszültség, úgy nő az áram is vele együtt, az inverter ugye többet kér. Tehát önmagától emelkedik, ez egy ilyen valós szituációnak mondható. És akkor lássuk, hogy hogy viselkedik, hogy most ugye túlterhelésbe kerül szépen csendbe, saját magától, anélkül, hogy én ráhatással lennék. Tehát nem én tekerem most a forgattyút, hogyha esetleg valaki azt hiszi. Hozzá se nyúlok, szimplán csak melegedik a kerámia, és ahogy csökken a feszültség, úgy nő az áram. Száskilenc ampert elhagytuk. Még bírja. Száztíz ampert elhagytuk. Még mindig bírja. Azért csak úgy záporoznak ki az amperórák. Na hát akkor adjunk egy kicsit az érzésnek, úgy látom, hogy eléggé belassultunk. Menjünk fel akkor egy ilyen 115 amperig. Semmi. Mármint, hogy minden rendben van. 120. Nem úgy veszem észre, hogy bármi történne. A feszültség mondjuk esik, tehát azért erős túlterhelésben van szegény. 130. Igen, 1,6 kW-tal lehet meríteni.
Azért bírja a bejeles rendesen, maradjunk annyiba. Na, megyek még egy kicsit feljebb. Maximum megáll az inverter túlterheléssel, mert az nem fogja bírni innentől kezdve. 140 amper. 150 amper. ...160 amper... ...12 volton vagyunk, hát én értem, hogy a BMS nem tilt le, de szerintem nincsen miért tovább menni, maradjunk annyiba. És bírja. Azt mondom, hogy adjunk neki egy ilyen impulzust, mert ez ugye a végtelenségig nem fog menni nyilvánvalóan. Hát kapásból itt van 93 amper, hát ez lehet egy kicsit sok, jó, oké, na legyünk ennyire vadak, és akkor adjunk neki még egy ilyen másik impulzust. Igen, itt letiltott, de az inverterünk tiltott le, nem az aku. Hát nem tudom kiterhelni rendesen, letiltott az inverter, nézd meg, pirosra váltott, hát ez így azért nem buli, hát. Na. Nem, letilt az inverter, nem bírunk többel. Na de mit akarunk? Ez kérem szépen nem tilt le 100 amper felett, úgyhogy akinek az a preferenduma, hogy 100 amper felett ne tiltson le, hát ez az aku nem fog letiltani, garantáltan. Ez megy. Egyébként úgy nagyjából rendben van, tehát tényleg a nagy panaszom nincsen rá a kapacitáson kívül. Összegezve tehát alapvetően maga az aku az idézőjelben jól viselkedik. Fel lehet tölteni, le lehet meríteni, tehát a cellák egybe vannak. A belső ellenállás arra utal, hogy a belső kötések azok jók. Nem tudjuk, hogy mi ennek, mert nem látunk bele, ugye? De alapvetően az ellenállás szerint jók a belső kötések. A BMS 100 amperre van hitelesítve, hát azt láthattuk, hogy hamarabb bedöglött az inverterem, mármint hogy letiltott idézőjelbe, mintsem, hogy maga az aku álljon meg. Pedig be volt terhelve rendesen, tehát az is bírja, túlságosan is bírja egyébként. Egyenlőre ugye egyetlen egy aku volt, ami letiltott 100 amper felett, az összes többi egyébként engedte magát nyugodtan túlterhelni mindenféle probléma nélkül. Nyilvánvalóan, hogyha még az inverterem nem állt volna le, lehet, hogy ő is letiltott volna, vagy ugye nagyobb impulzus kellett volna kapjon, vagy valami, de hát hamarabb letiltott az inverterem, tehát most mit akarunk. Ami fontos, ugye ezek az akuk köthetők párhuzamosan, akár 4 darab is, és köthető sorba is, akár 4 darab is. Fontos még, hogy ha sorba akarunk kötni akukat, akkor egyforma akukat kössünk sorba, és egyforma alatt nem azt értem, hogy itt van egy 100 amperórás pévod, meg hozzá van egy 100 amperórás valamilyen másik aku, mert az úgy már nem lesz jó. Méghozzá azért nem, ugyanis tudjuk, hogy ez nem adja le a 100 amperórát. Tehát a videó elején elmondottak, teljesen illenek az akura, ugyanis majdnem annyiba kerül, mint egy sima munkaaku, ólomra gondolok, ugye? Alapvetően ez sokkal több ciklussal bír, sokkal jobban terhelhető, tehát itt akkor a kérdés előtted van, hogy te miért szeretnél, amennyibe szeretnél bármilyen akut is. Természetesen a link ott lesz a leírásba, kedvezménykóddal együtt, amennyibe kapok hozzá, és ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, és nézz vissza később is, mert lesznek még projektek. Következő videóig is, a csáv!